Megmozdultak a szexárgyak a bajban, sokkal többen segítenének, mint ahányan igénybe vennék eddig a lehetőséget, de ez csak az első fél nap tapasztalata. Csütörtök reggel óta él a telefonszám és az e-mail cím, ahol a programba lehet jelentkezni. Már 16 segítőt regisztrált az önkormányzat, akik elmennének postára bevásárolni vagy gyógyszert kiváltani az otthonaikban maradó időseknek, vagy azoknak is, akik karanténban vannak. A 70 évesek fölött pedig eddig 6-an kértek szolgáltatást vagy segítségnyújtást tulajdonképpen. Ennek a folyamányok, én tegnapi nap még nem tudtam biztosan beszámolni arról, hogy a postával milyen megállapodásra jutunk. Természetesen velük is tárgyalunk, és az első lépésben azt tudtuk elérni, hogy a központi postaépületben, a központi kasszánál, ott egy ablak csak ilyen célra lesz majd megnyitva, naponta két időpontot meg kell adnunk, hogy mikor mennek a segítők, és akkor számukra ezt kinyitják, és nem csak csekket lehet befizetni, hanem leveleket is fel lehet adni. Már megjelentek az első csalók is, akik szeretnék kihasználni a védtelen rászorulók helyzetét. Az önkormányzat a programban résztvevőknek igazolványt állít ki. Aki ilyennel nem rendelkezik, azzal nem érdemes szóba állni, beengedni pedig az önkormányzati segítőt sem kell, mert a lehető legkisebbre kell szorítani a személyes érintkezést, például az ajtó elé ki lehet rakni a pénzt, és be lehet venni az árut. A hivatal 9 munkacsoportot is létrehozott, ezek közül a legfontosabb most a kommunikációs és koordinációs. A televízión, rádión és a szexuális vasárnapon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a szexuálisokat az eseményekről. Hála Istennek még egyelőre inkább egy ilyen felkészülős időszakban vagyunk, és az a csoport koordinálja az összes több 8-nak a munkáját. Külön csoport szerveződött az idősek ellátására, a karanténban lévők ellátására, van logisztikai, oktatási, nevelési, közrendvédelmi és közlekedési munkacsoport, de például pénzügyi is. A polgármester első körben 100 millió forintot átcsoportosított a költségvetésben a védekezés kiadásaira. Amennyiben ez a keret elfogy, akkor értelemszerűen újabb összegeket fogunk átcsoportosítani, hiszen későbbiekben majd ezt meg fogjuk kapni állami támogatásként. Nekünk az a dolgunk, hogy megelőlegezzük ezeket az akciókat. A következő időszakban a város plakátokon is népszerűsíti majd az önkéntes programot, hogy minél többekhez elérjen a lehetőség. Ács Rezső most is azt kérte, hogy aki teheti, maradjon otthon, különösen az idős emberek.